csak egy kis programot, kis előadást, jógáról, agykontrollról, ugye, mert most nagyon népszerű az agykontroll, vannak városi csoportok, országos csoportok, meg többféle dolgok. Emberek szeretnének valahogy kiegyensúlyozottabb életet élni, nyugodtabb, összeszedtebb, érzelmileg és harmóniába. És ma megbeszélünk a jóga, ő hogyan működik, és mi a régi vagy védikus ősi agykontroll módszer. Ez lesz a kis tervünk, amiről fogunk beszélni. Összesen 5 pont lesz. Egyik lesz, hogy az elme és az eredeti oka minden problémának, hogy nem is, hanem ez az eredeti oka problémának, arról fogunk beszélni. Akkor egy kicsit beszélünk a bonyolult módszerekről, amikor ember akarja agykontrollt, vagy megoldani az életét bonyolult módszerekkel, ami látható ebben a világban most egyre több ilyen módszer van, beszéljük róla is. Akkor a maga jogának a kicsit finom mechanikáról fogunk beszélni, hogy joga és az áldozat, az hogy működik. Majd azt megértjünk, amikor arra ott tartunk. Védikus rendszert kicsit fogunk beszélni, hogy mi a védikus rendszer, hogy van beépítve a joga, milyen jogák vannak, ugye többféle joga van. Mivel többféle típusú ember van, ezért többféle joga van, mint a többféle beteg lehet, akkor többféle kezelés van. Ugyanúgy a joga is így működik. És a végén megbeszéljük, hogy hogyan lehet ezzel a tudással, amit adnak a védikus írások, boldog életet élni, akár holnaptól, vagy még ma estétől. Oké. És ugye sok minden, amit fogok mesélni, ez Bhagavad Gita-ról van. Ki ismeri, ki hallott a Bhagavad Gita-ról? Párom, nagyon jó. Igen, akkor pár dolgot onnan használok. Jó, akkor elkezdjünk egy kis történetről, egy kis királyról, vagy nagy királyról, nem tudom. De volt egy király, aki elmentek valahova, utazták, és végül kiszáradt a torka, és szomjas lett. De a büszkesége nem engedte megmondani, hogy neki is vannak ilyen szükségletek, hogy mit vizet inni, vagy valami. Azért csak ennyit mondta, hogy valahogy így ki van száradva a torkom, így bonyolultan kifejezte magát, nem mondta, hogy szomjas, csak kiszárad a torkom. Ó, a miniszterek azonnal összefogták, és elkezdtek intézkedni, mentek, kerestek valamilyen nagyon jó olajot, és hoztak neki olajot, és mondták, gargalizálja olajjal, igyál olajat, és akkor ezt megkenni a torkodat, és teljesen jó leszel. Jó, akkor király elfogadta azt a kis olajot, kicsit itt ivott belőle, gargalizálta, és megkönnyebbelt egy kicsit, de végül nem oltotta a szomjaságot. És mondta, jó, most ittam, de most egy kicsit ilyen nehézséget érzem a gyomoromba, szóval nem vagyok annyira jó most ettől az olajtól. Ó, hát akkor ecetet kell inni egy kicsit, mert akkor ez egy kis olajot feloldja, felhígítja. Akkor ívott egy kis ecetet, és akkor mondta, fú, ez most ég a testem, nagyon rosszul vagyok. Ó, ezt már nem is tudjuk, hogy ez most milyen baja lehetne királynak, hogy nem segít semmi, pedig ezek jó módszerek. És akkor meghívták asztrológusokat, jöttek az asztrológusok. Elkezdtek vizsgálni, nézni a csillagtéri képet, gondolkodni, számolgatni, és mondták,
király, nagyon rossz periódusban élsz most. A csillagok azt mondják, hogy meg vagy átkozva. Átok van rajtak. A negatív energiákat küldenek rád az emberek, az irigyek, akkor szomszédok, és akkor elkezdtek. Nagyon sötét képet rajzolták királynak. Király nagyon megijedt, és mondták, hát úgy kell ellenállni az egésznek, és ezért ki van száradva a torkot, ezért ég a gyomrot, ezek ennyi problémát vannak. És akkor mondta, mit csinálok? Hát ilyenkor, mikor ilyen bolygók meg átkok vannak, akkor be kell zárkozni egy ilyen fekete szobába, mondani mantrákat, fröcskölni vizet ide-oda, akkor ide sarokba dolgot rakni, mint a mandalákat kirakni jobbra-balra, drágaköveket, talizmánok, mindent kell csinálni. És akkor leírták, és királynak 24 órában reggeltől estig ezt csinálta. Végül egy kertészet sétált mellette, ránézte királyra, hogy mennyi baja van, és mondta neki királynak, lehet, hogy csak egyszerűen szomjas vagy, inni vizet kell? Hozok neked, ott van a kút a kertben, hozok friss vizet. És király így mondta, nehogy azt hitt, hogy nekem ilyen könnyen meg lehet oldani az életemet, csak egy kutat vízzel ízek. Látod, nekem nagyon komoly problémáim vannak. Szóval sokszor a mi problémáink egyszerűk. De nekünk el kell menni az asztrológusokhoz, természet, varázslókhoz, ezotérikusokhoz, hogy kártyán megnézenek, és valamilyen talizmánokat adjanak, mantrákat adjanak, sok mindent adjanak, és akkor talán akkor mi megoldjuk az életünket, és akkor rendben lesz az elméjük, mert ugye szét van csúszva, nem tudok kontrollálni az elmét, aggodalom. De igazából, hogyha ember így gondolja, igen, hogy vagy hogyha teljesítem a vágyaimat, akkor boldog leszek, vagy hogyha én ezzel a bonyolult módszerrel megoldom az életemet, akkor boldog leszek. Ugye ez kétféle ember van, aki vágyvadász, a másik a bonyolult életvadász. És akkor próbálnak így kiegyensúlyozott életet élni. Ugye, és akkor ugye a második az igen, elmegy mindenféle keresi ilyen természet elleni, mondhatjuk, agykontroll technikákat, és próbál valamit csinálni. Az eredmény az, hogy már általában ebbe bele fog banyolodni egy ilyen életébe, és hogyha főleg keresi magának egy igazi valamilyen varázslót, aki tudja, mit kell mondani, hogy kiszedjen folyamatosan jó pénzeket belőle, mert vannak művész ilyen varázslók, ugye, akik tudnak, hogy mikor kell megijeszteni, mikor kell hízelegni. Én voltam egyszer egy, nem én voltam, hanem egy ismerősöm, nem mondom a nevét. Ő nem varázsló, de nem akarok mondani pontosan, mit csinált, de azt csinálta, hogy sok ember jött hozzá. És akkor ő valamiféle diagnosztikát csinálta, és utána adta tanácsokat, hogy kell rendben jönni, és akkor ezek jók fizettek neki. És mivel barátom volt, mondta, figyelj, vizsgálok téged, és csinálok neked diagnosztikát. Mondom, ő csinál. És akkor nézte, és akkor elkezdte, neked figyelj, az túl van itt terhelve, az túl van úgy terhelve, ez már mindjárt szétcsúszik, az már szét is esik már mindjárt, és akkor így mondom, és akkor itt érzem, hogy így nyomasztó. És akkor rájöttem, igen, hogy ezt csinálnak az emberekkel, megijesztenek, és akkor ember, de van megoldás? És akkor mondja, igen, lenne egy megoldás. És akkor ember, te tudsz, csak te tudsz, egyetlen egy, aki ijeszt, te tudsz nekem adni megoldást. És akkor itt meg tudnak csinálni, hogy megfogják az embert, hogy ember rajta már függ,
és akkor jöhet a fizetés. Igen, szóval ilyen varázslók szükség van, de mondja a Bhagavad Gita, hogyha valaki jogát gyakorol, és akkor ez a jóga az fog adni egy ilyen eszközt, vagy maga jóga az eszköz, ugye nem jóga teszi embert boldoggá, hanem jóga gyakorlat által ember tudja megszabadulni problémáktól, és el fog érni boldogságot akár. És ez egy egyszerű dolog. És mi erről most fogok akkor beszélni, hogy jógáról. Ugye a jóga szó azt jelenti, hogy egyik szempontból kapcsolat, építés, másik szempontból kapcsolat, megszüntetés. Az a jóga azt mondja, hogy öröki valóval kapcsolat építés, és az illúzióval kapcsolat megszüntetése. Ugye, ez a jóga. Oké. És nézzük meg, hogy a probléma, hol van, hogyha vannak a technikák, az jó, van agykontroll technikák, majd mindjárt róla egy picit csak fogunk említeni, ami nem nincsen vele semmi probléma. A probléma mindig az, hogy az ember úgy próbálja az életét rendbe hozni, hogyha önző az alap az életében, hogy én vagyok, nekem kell az önzőség, akkor az ember problémába be fog bonyolítani, amikor csak magáról gondolkodik, hogy én, nekem, én akarok. Ugye például a Bhagavad Gita-ban a nagyon jó kimutatja egy versnek egy része, egy első fel a résznek, versnek a része, ami arról beszél, ugye ott van Arjuna, aki próbálta úgy látni világot, hogy nekem mi lesz ebből a világból? Mi a bizniszem? Mit kapok én? És ha bár nagyon intelligens volt, és nagyon tudós is volt, de mivel az alap volt hibás, én, akkor nagyon gyorsan zsákutcából jött, és nagy stresszbe jött. Ugye igazából depresszióba esett. És itt a csúcs a depressziónak, amikor azt mondja, karpánya, azt mondja, ez a karpánya, ez a fösvény, ez amikor nagyon moho valaki, ugye csak magának, csak én akarok, de mégis magára is már sajnálja költeni dolgokat, ugye a fösvény, hogy mondják, van még egy másik? Soher, de akkor még harmadik is van. Zsugori, akkor már négy vagy öt. Ah, jó, gazdag magyar nyelv. Zsugori, fösvény, kabzsi, te hogy mondtál? Soher. Igen. És az a karpánya dósa. Hogyha az ember magára koncentrál, akkor hibázni fog. Az egész szemlélet a világról hibás lesz. Ő nem, mert mindig a saját prizma keresztül látja a szituációkat, az emberekkel való kapcsolatokat, és ezáltal hibát fog elkövetni. Mert pont mondja, karpánya dósa. A karpánya első szó azt jelenti, hogy zsugori, fősvény, sóher, mi volt még? Kabzsi. Na, ez elég. Ez az első. Hogyha én azt mondja, én voltam ilyen fősvény, és ezért dosa, ezért hiba. És akkor én hibákat követtem el, és utána mondja, hogy igazából dharma samudhacchata, én nem tudom, mi a dolgom. Ugyanúgy, hogyha mi meg kicsit megnézünk az emberek, amikor már belekerülnek a ilyen helyzetbe, és az alap mi mindig én, akkor hogyha kapnak is, hallanak a tudást, mert mindenki jön tanácsot adni. Figyelj, itt kell csinálni, hogy kell csinálni, hogy kell csinálni, csomó. Azért nincsen probléma tanácsokkal, csak írjátok Facebookra egy kérdés, már egész nap csak olvasni kell a jó kívánságokat, hogy kell megoldani az életünket. De hogyha van ez az alap a fősvénység, vagy zsugoriság, akkor ember hibázik, és hiába van tudás, az alap miatt nem tudja, hogy most mi a helyes. Mert egy szempontból
ez a jó, másik szempontból az a jó, de hogyha így jó, akkor ennek az a rossz, de hogyha így jó, akkor annak a másik oldala az a rossz, és kész, és akkor ember tanácstalanul fog maradni. Ugye, Skarpanya dosa szaltapahapama, pricshamitvam, dharma samudacheta. Szóval nem tudom, mit csináljak. Igen, itt látjuk az ábrán is, akkor ember már babonás lesz, már nem tudja most, mit csinálják, mikor itt jönnek mindenhol. Fekete macska, Úristen, most imádkozok a buddhista, vagy kereszt vegyek, vagy most hogy mi, minden egyszerre csinálom. Igen, szóval akkor ez történik. De végül a joga mit tanít? Mit ajánl nekünk a joga? Mit jelent, ugye? Ugye mi már sokan tudjuk, hogy vannak ászánánk, ez is egy jó dolog, és mi megnézzünk az ászánakat egy nagyon röviden. Van nekem, nem fogok mesélni teljesen, hogy működik az ászána, mert van nekem egy-két előadás YouTube-on, nem szeretnék most ismétlenni, lehet, hogy valamikor még lehetne, még részletesebben. Most más oldal fogok nézni, teljesen más megközelítés vagy szemszögből, hogy mit igazából ajánlana a jóga. Végső sorban a jóga ajánlja az embernek az áldozatot. Áldozat nélkül nincsen eredmény semminek. Ugye, hogyha valaki akarja nyerni versenyt, akkor nagy áldozatot kell hozni arra, hogy kell edzeni, kell figyelni a diétára, akkor sok minden feltételt betartani, nagy áldozatot hozni, hogy legyen eredmény. Szóval mindig ez történik. És ezért, amikor mondjuk vannak a módszerek, a technológiák, agykontroll és a többi, de alapvető nincs ez az áldozat benne lerakva, akkor az egy ilyen, hogy én próbálok technikával megnyugtatni magamat, ugye, gyűjteni tüzet, de mivel az alap rossz, nincs áldozat az egészben, akkor vizet is öntöm rá. És akkor azért nagyon rövid, vagy nagyon keveset, vagy nagyon rövid távú, vagy csak ilyen fennszínen működhet. De az áldozat az azt jelenti, hogy önzőségtől kell megszabadulni, az önző élvezetről. Mert a konfliktusok mindig az önzőségből jönnek. Amikor van nehéz helyzet, mondjuk akár konctáborokban voltak, a túlélők általában azok voltak, akik önzetlenek voltak. Az önző emberek ezt egymást megölnek. Mert nekem kell, és akkor mivel nekem kell, nem neki, akkor most megölöm őt. Akkor lesz egy másik önző, akkor engem megöli. Ugye? Mint meséltek, vagy van egy történet, ugye a világban van kétféle emberfaj, mi a földi emberfaj vagyunk egy néhány fajta, még van magasabb rendű és alacsonyabb rendű emberfajok, van dévaták, ezek magasabb rendű emberfajok, úgyis mondják reolók, hogy félistenek, ők itt irányítanak sok mindent a világban. És vannak alacsonyabb rendű életfaj emberek, akiket úgy hívják, hogy démonikus emberek. Azok az önzőnek a példaképe. És volt egyszer egy tesztverseny közöttük. Akkor leültették őket két körbe, a démonok a démonokkal, a félisteneket félistenekkel, és akkor mondták, akkor most nagyon jó verseny lesz, nem kell emelni súlyokat, nem kell sehol futni, hanem nagyon finom ennivalót, ki többet tud enni. Ó, mindenki boldog volt, hát igen, a démonok mondták, hát mi egyfolytában csak ezt csináljunk. Szóval be vagyunk gyakorolva, mi biztos fogunk nyerni. És mondták, egy feltétel lesz, ami, hogy a kezetekhez hozzá lesz kötve ilyen lécek. Szóval nem tudjátok hajlítani kezeket. És így kell lennetek. És aki nyer, az, aki többet megeszi, akkor az nyer. Na, és akkor a démonok, és akkor volt kanál a kezükbe,
És akkor fogták, és akkor nem bírták ezzel szájukba rakni. Akkor próbáltak feldobni, és akkor így szájukba dobni, és akkor mindenhol ennivaló volt, minden. A félistenek, mivel ők önzetlen emberek, ők fogták, és akkor egymást elkezdték etetni. És akkor ők megnyerték a versenyt. Szóval így a túlélőben mindig az önzetlen fog nyerni. Mert ő nem önmagával elsősorban foglalkozik. Na most a jogában ugye az asana ez egy harmadik ugye gyakorlatom. Úgyhogy ha mi nézünk az eredeti jóga, a gyána jóga, és akkor utána benne tartozik astanga jóga, a többi más jóga az az astanga jógának mondjuk változatai. Asta azt jelenti, hogy 8, anga lépcsőfok. És akkor van első kettő, az a yama, niyama. Ugye a yama ez a tiltás, mit nem szabad csinálni, és a yama ez utasítás, mit kellene csinálni. És utána megy az asana. És a yama, niyama pont ott van 5 dolog, amit nem szabad csinálni, 5 dolog, amit kellene csinálni, gyakorolni. És mit igazából csinálja? Ő segít embernek megtanulni, hozni áldozatot. Mert mikor, hogyha nincsen, hogy ember azt gondolja, hogy mert most az a baj, most a kultúrában azt mond, élvezd szét magadat, ugye? Hát erről szól a Kárász utca, amikor sétálunk. Itt van ennivaló, ott van ruha, ott van is csak mindenhol, csak bárcsak lenne ennyi pénzem, hogy mindenből besétálnék, ugye én nagyon szívesen besétálnék, és minden megvennék, erről szól. De ez nagyon gyengíti az elmét, és nagyon szétszórja, és ember akkor nagyon boldogtalan lesz. Mert nem tud irányítani az elmét, akkor ő érzékeny, magára érzékeny lesz, sértődékeny, de mások emberek irány kemény lesz, érzéktelen lesz, és kegyetlen lesz. Mert amikor őt bárki egy picit be fog zavarni az élvezetbe, hogy azonnal fel fog robbanni. Próbáltuk így vizsgálni. Lehet, hogy voltak olyan szituációk, láttatok a életetekben egy ilyen hasonló helyzeteket. És a yama niyama első lépcsőfok, ami azt mondja, próbáld meg most egy kicsit legalább, nem csak ahogy te akarsz csinálni, hogy lemondásokat végezni, és ezt a 5 és 5, ez a 10 gyakorlatot próbál gyakorolni. És az ember, ahogy elkezdi yama-niyama gyakorolni, akkor kezd már megnyugodni. Kezd összeszed lenni, és kezd békésebb, kiegyensúlyozottabb lenni. Igenis, az egészség harmóniába kezd állni, ugye? Aztán csak utána jön az asana igazából. Szóval ez az, amit tanítja a jóga, és ez az áldozat. Az áldozat az azt jelenti, hogy lemondom a önzős vágyaimról, vagy az erről a hangulatról. Ugye? Ez persze van egy másik végleg, vannak emberek, akik ilyeneket meghallgatják, akkor holnaptól nem esznek, nem alszanak, nem isznak, lemondanak mindent, és akkor utána fel fognak robbanni. Mert ezt nem lehet megcsinálni. Ugye nem, Bhagavad Gita nem mondja, hogy teljesen kell mindent lemondani, hanem kell ez az egyensúly, egy arany közép út, mert Bhagavad Gita azt mondja, hogy nem lehet jógi, aki túl sokat, vagy túl kevesebbet eszik. Nem lehet jógi, aki túl sokat, vagy túl kevesebbet alszik. Szóval kell az egyensúly. De már mindenkinek lesz másik az egyensúly. Valakinek elég 5 órát aludni, akkor ez az egyensúly, valakinek 8 óra, és az az egyensúly. Szóval megint itt személyre szabott is lehet. Ezt tanítja, és akkor igen, ember először próbálja az önzőségről lemondani, próbálja áldozatot hozni. És akkor mikor feladja az érzékelgítésre, igen, feladja az érzékelgítést, inkább szabályozza, nem feladja, mert mondjuk
kicsit később fogunk beszélni a bhakti jógáról. A bhakti jóga az nem utasítja, hogy mindent kell feladni. Ugye, mert sokszor pont ez az emberek félnek is a jógától, meg ilyenek végig hallgatni már filozófiát, vagy valamit, mert félnek, hogy fognak mondani, hogy fel kell adni, akkor a hűtőt dob ki a lifttel együtt, akkor a tévéd, ahogy hívják, az ablakba, a családod, nem tudom hova, és akkor ez lesz a jóga. Nem, mert nekünk van szükséglet az ennivalóra, szükséglet valamilyen érzékelégítésre, ezek normális dolgok, de nem szabad korlátlan, szabályotlan csinálni, mert akkor lesz a probléma. Hogyha van valamilyen keretek, akkor az oké, és akkor a joga ebben segít. Mert akkor én uralkodok a helyzetemen, akkor én uralkodok az elmémen, az agykontroll akkor működik. És erre van háromféle joga. Van a karma joga, ami a karma szó azt jelenti a cselekvés. Hogy valaki tanul, milyenféle cselekvéseket, vagy úgy is mondhatjunk, hogy kötelességeket, ez is karma, és hogyha én végzek valamilyen kötelességeket, akkor ez is egy jóga, ez egy áldozat. És erre nagyon sok, többféle kötelesség van mindenre. Például, hogyha egy lány akar egy jó férjét, akkor ott van, hogy milyen kötelességeket kell végezni. Hogyha valaki akarja a gyereket, akkor mit kell csinálni? Jó gyereket. Hogyha valaki akarja pénzt, akkor mit kell csinálni? Milyen kötelességeket kell végezni? Hogyha valaki akarja fejlődni tudatilag, akkor mit kell ehhez csinálni? Szóval így mutatja, és mivel ember követi ezeket a hiteles kötelességeket, akkor ő nem csak megkapja az eredményeket, amit kívánta, hanem még fejlődik tudatilag és lelkileg. Ott van egy trükk, majd elmondom, hogy miért fejlődik. Ugye van sokszor, amikor ember kitalálja, hogy hogyan érjek el a dolgokat, és valamikor eléri. És vannak, ugye mondja, hogy nekem nem kell kötelesség, én úgyis elérek, teszek egy célt, és akkor biznisz, és akkor elérök a biznisz cél, vagy a kapcsolatok cél, volt a cél, hogy legyen gyerek, van gyerek. Igen, de azok eredmények ideiglenesek. Ezek az eredmények hosszú távok. És a másik eredmények, amikor ember mondjuk saját utat jár, kitalálja, annak ott lesz a probléma az, hogy lesz karmába el fog tévedni. Nem, hogy kicsit később erről fogunk beszélni. De hogy valaki karma jogába azt csinálja, ugyanazokat a vágyokat teljesíti, célukat, akkor ő tisztul. Nem, hogy belebonyolódik a karmába, hanem tisztul a karmából. És ez már jóga. A jóga az azt jelenti is, amikor én hiteles forrásoktól utasításokat követek, akkor ez már jóga. Hogyha valaki karma jóga, az azt jelenti, hogy megkeresem, mi az a hiteles, például a Bhagavad Gita-nak a harmadik fejezet beszél a karma jógáról, meg a ötödik fejezet, és akkor én követek azokat az utasításokat, akkor én már jógát gyakorolok. Ugye? Akkor van gyána jóga, másik féle, nehezebb dolog. Ez karma jóga után csak kezdődik, amikor valaki befejezte a karmát, mondjuk a feladatot, amikor mondjuk már nincsen családi feladat, nincsen, nem kell munka, nem tartozik senkinek pénzzel, szóval ki tud lépni hétköznapi életből, akkor gyána jogát tud gyakorolni, és oda tartozik a ashtanga joga és az asana joga, ugye, ami ez oda tartozik, szigorúan, hogyha szigorúan mondjuk. Aztán, és a gyána joga ez egy nagyon mesterséges, ott nem tudattal dolgozik, annyira kell, de inkább a test keresztül próbál tudatot tisztítani. Ugye asana pont azt csinálja, ott kell tudat, meg kell tanulni, figyelni, hogy működik, mi történik belül, de nagy rész inkább, amikor én, ugye nekem tudatomban van egy blokk, akkor ez szerint blokk van valamelyik csakrában, vagy más centrumban, központban, vagy szervekben, és
mikor bizonyos ászánába ülök, az oldja azt a blokkot szervekbe, és párhuzamosan pszichikába is oldja a blokkot. Nem tudom, ki gyakorol ászánakat, hogy utána egy kicsit könnyebb lehet élni az életet tudatilag. Nem szokott lenni ilyen? Ászának után? Megnyugszik, nincsen olyan aggódalmak, nincsen olyan félelem, ami például, hogyha alapban mindig vannak félelmek vagy aggódalmak, a jóga után annyira nincsen. Igen, ezt csinálja a jóga. És a pranayamában ugyanúgy, ugye, mert ászána után jön a pranayama, ott az is egy mesterséges hatás a tudatra, mert tudatnak az aggódalmunk kapcsolatban van előző életünkkel, ugye karmával. Miket csináltam előző életben, az szerint most fogok gondolkodni. Hogyha izgatott vagyok, akkor így cselekedtem. Hogyha alapban nagyon nyugodt ember vagyok, és bárki jön hozzám is, beszélek és megnyugszik, akkor ezt csináltam előző életben, hogy most ilyen az elmém, békés. És a pranayama és a minden tudatállapotnak van egy minta légzése, ugye, hogy lélegzek, és a pranayama pont egy ilyen légzés formulák, mondjuk így, képletek, hogyha én így lélegzek, akkor az változtatja az elme állapotomat. Szóval így agykontroll történik a pranayama segítségével. Mesterségesen. Ugyanakkor ott van hiperventiláció, meg van visszatartás a légzésben. Ez azt jelenti, hogy égeti a karmát, meg megállítja a tudatot, lassítja a tudatot. Egy hasznos, tudok mondani, mindenkinek lehet csinálni. A pranayamának egyik első gyakorlata, ez mikor ember csak leül, és csak légzésre figyel, hogyan lélegzik a test. Ugye orron keresztül mindig kell lélegezni, és csak arra koncentrál, nem irányítja a légzés, hanem csak figyel. Ez nagyon gyorsan megnyugtatja az embert, és összeszed lesz, például, hogyha nekik volt izgatott valami, történt, hívás kapod, vagy valami, de utána kell nagyon figyelni valamire, olyan feladat, mondjuk felelős teljes, vagy valami, és ember gondol, hát ez a teszt után, ilyen telefon után nem tudok semmire figyelni. Le kell ülni, 2 perc, 3 perc, semmivel nem foglalkozok, figyelek a légzésre, próbálok figyelni, hogyan belélegzik a testem, kilélegzik, és pár perc múlva, amikor már tudom figyelni a légzésre, akkor azt jelenti, hogy már nyugodt vagyok, és tudok csinálni dolgokat. Szóval például pranayama, így mesterségesen megnyugtatja az elmét. És van bhakti yoga, amelyik, hogy a bhakti szó azt jelenti, hogy szeretet. Szóval ez a yoga a minden kettőtől azzal különbözik, hogy itt az ember a legegyenesebb úton agykontroll tanul. Mert itt egyfolytából kell dolgozni egyenesen az elmével, nem kell valami keresztül, ugye. Karma yoga szabályok keresztül próbál, most ezt csinálok, ezt nem csinálok, ugye. Gyána jogában ugyanúgy van szabály, ugye yama-niyama, ott kezdődik, a gyána jogában van szabályok. Még légzés, még asszának mesterséges hatása tudatra. Bhakti jogában egyenes hatás van a tudatra, és semmi nem gyógyítja annyira, mint gyakorolni szeretetet. Mert mikor én tanulok másokért élni, adni, amikor nekem kezd szívembe bőség, nem hiányság érzetem lenni, mert önzőség ez ki. Ez fogyatékos ember, mert neki hiányérzete van, neki kell, ez egy elme probléma. De egészséges ember, aki bőségérzettel él. És mindenkinek lehet, hogy nincsen semmi, de odaadja az utolsót. Ez egy jó dolog. És akkor a bhakti yoga erre tanítja, hogy hogy kell másokért élni. Elsősorban, mert bhakti szó, ez az olyan szeretet, ami igaz Istenre vonatkozik, ugye Isten szeretet, Isten irányi szeretet. Majd kicsit később elmondom, hogy miért nem elég csak ember irányi szeretet. Kicsit később az kiderül. És akkor bhakti yoga adja ezt a Isten irányi szeretetet, ami egyenesen és leghatékonyabb közvetlenül már agykontroll igazából. Tehát, hogyha egy kicsit még
bogorászunk, jó? Bogorászunk a szavakba, akkor, hogyha szigorúan mondjuk, akkor a kifejezés agykontroll nem lenne annyira helyes, mert agyat nem lehet kontrollálni, mert a védikus írások szerint nem az aggyal gondolkodunk, hanem az elmével. Ugye ezért Bhagavad Gita is azt mondja, ötös erről mondja, ugye elején, a hatodik fejezetben, amikor pont a jogáról beszél, és ő ezzel kezdi, hogy udharetmanam atmana, ugye atmana, mana vagy atma, ez az elme. Atma lehet mondani lélek, lehet mondani elme is. És akkor mondja, hogy jóga, ez az elme kontroll. És az elme, ez azért nem agy, mert ez finom fizikai test. Az elme nem hal meg. Az agy, az meghal testtel együtt. És hogyha mi aggyal kontrolláljunk, aggyal dolgozunk, és aggyal gondolkodunk, akkor következő életben nem viszünk a karmát. De mindenki viszi a karmát. A karma finom fizikai testben van, elmében benne van. Elmét befolyásolja a karma. És akkor, amikor ember cserél a testet, akkor viszi magával. Agy, az csak a funkciókat ellátja a testbe, hogy legyen az emésztés időbe, hőmérséklet legyen fenntartva kívül belül, akkor legyen minden funkció anyagcsere, ez az agy csinálja. Ez egy számítógép, de ott nincsen érzelmek az agyban. Ez az elmében van. Ez egy nem, baj, nem egy nagy hiba mondani agykontroll, de legalább tudjuk, hogy ez elmekontroll van szó. Amúgy nem kell holnap kérni a facebookosoknak, hogy átnevezzenek az agykontrollt. Nem. Nagyon jó, hogy csinálnak ezt, és nem probléma, hogy így neveznek. Nincsen ezzel gond. Oké. Okay. Na most, hogyha mi például így próbáljuk ez a karma jóga, nézzünk egy kicsit azt, tudatosan próbáljunk élni, ugye, hogy aha, akkor mit kell csinálnom, mi a jó, mi a rossz, tudatosan próbálok meghatározni, és így szabályozni magamat, ez egy áldozat, ugye, ez úgy is mondják, hogy buddhi jóga, ugye, buddhi jóga, buddhi azt jelenti, hogy intelligencia. Ez az intelligenciának a jogája. De van még egy érdekes dolog, hogy ez a tudatos élet, az hogyan meg tud változtatni. Itt is, ez is egy Bhagavad Gita-nak egyik verse, harmadik fejezet, 9. vers, hogyha jól emlékszem. Itt azt mondja, hogyha te úgyis már áldozatnak próbálsz, bármit csinálsz, az mint egy áldozat, ugye én csinálok, hogy valakinek legyen jó, és valakinek segítsek, mert nekem jó az már ma automatikus fog jönni. Ugye az az ember, aki másoknak ad, akkor emberek kezdenek visszanyúlni, szóval nem lesz probléma ezzel, amikor valaki önzetlen. De itt van még egy fokozat, hogyha akarsz egy fokkal magasabb szintre lépni, akkor nem kell cselekvést változtatni, hanem a tudathoz hozzá kell adni még valamit. És akkor ez a vers azt mondja, hogyha Istent hozzáadod, jegyárthat karmanonyat rá, hogyha a te cselekvés, a karma, a cselekvés lesz annak a célja, hogy Isten legyen velem elégedett, én azért csinálok jót másoknak, és önzetlenséget gyakorolok, ezt a bőséget, érzetet, hogy Isten legyen velem elégedett, na akkor gyökerestől megváltozik a jogám. Akkor lesz a bhakti joga igazából. Akkor ember fog, nem csak elégedett lesz, hogy agykontrolla fog jó uralkodni az elmével, és nagyon összeszedett, és összpontosított, és békés, és nyugodt, hanem ő akkor karmától is megszabadul. Itt ez egy trükk. Miért? Azért ott is tisztul a karma, a buddhi jogában, a karma jogában, a gyána jogában, ott is. De a bhakti jogában, amikor embernek világos Isten meg,
A karma jogában ott a célpont a megoldani ezeket a kis lépcsőfokokat. Most akkor akarok, legyen jó a család, akkor legyen a pénz rendben, akkor az egészség, a kapcsolatok. Ő neki hamás ez a kapcsolat Istennel. Van Isten, hiszi, de ez a, hogy kell erősíteni a kapcsolat, az nincsen. Gyána jogában, ahol vannak ászánák, ott is nincsen Isten annyira tiszta, mint egy tiszta cél. És a bhakti jogában ott nagyon egyenes, és mindig világos a cél, hogy Isten a cél, na akkor ez megváltoztatja az egész cselekvésnek a természete. Akkor nagyon erősen tisztul. És azt mondja ez a vers, hogyha ember megint csak úgy él ezzel a önzős hangulatban, hogy csak én és nekem, ez a fő motivációja, akkor azt mondja, hogy lokayam karma bandana. Karma bandana az azt jelenti, hogy el fog tévedni a karmába, szövevényébe. És akkor el fog jönni erre a bonyolult életre, hogy nekem nem olyan egyszerű megoldani az életemet, nehogy. Nekem kell asztrológusok, gyógyítók, varázslók, ami csak jöhet minden, ami van a interneten. Ugye, akkor ez el fog történni. De másik szempontból megint, aki yagya artha karma nonyatra, aki yagya artha, aki mint egy áldozat, yagya artha, ez a cél, de yagya szó az a Istennek is a neve, akkor az Isten nevébe csinálok, nem nevébe, hanem ő neki ajánlom, akkor mukta sangha, samachara, akkor fel fogok szabadulni a minden problémától, akkor leszek pszichikával elégedett és egészséges ember. Szóval mikor egészséges a pszichikája, amikor van ez a motivátlan, tiszta szeretet valakinek, akkor az eredményezi. Hogyha nem vagyok azon a szinten, de gondolom, hogy nekem ez egy kicsit sok, de viszont az, hogy önzőtlenséget gyakorolni, mint egy áldozatot mindent csinálni, és valamikor kényelmességemről lemondom, hogy másoknak legyen kényelmesebb, az bármikor, bármilyen pillanatban lehet, valamikor odaadom a vízemet, a székemet, az ennivalómat, vagy valami. Másokért mondom le valamiért, ilyen áldozatot hozok. Ez is nagyon jó működik, segít embernek elérni szépen az agykontrollt, elmekontrollt, mert ahogy mondják a védikus írások, maga a tettbe, az áldozat tettben, ebben a tettben Isten van benne, az ő, mint egy képviselő, ez a tett, Isten képviselője. És ezért ez nagyon hatékony. Biztos találkoztatok, lehet, hogy köztetek van, akik vagy mindig, vagy próbálkozott életében csinálni ilyen, mikor önzetlenül, motiváltlanul másoknak adunk, csináljunk valamit, annak érzünk egy felszabadulást rögtön, hogy ilyen elégedettség, boldogság, békesség, az a bőség érzet, és elégedettség azt, hogy tudtunk valakinek jót tenni, segíteni. Miért? Mert Isten van ebben a tettben. Ő képviseli ezt a tett, vagy ez a tett Isten képviseli. Mert miért? Mert ez a szeretetnek a tettje, ez a bőség érzet. Jó. Igen, és akkor ez lenne a egyik első lépés, hogy megcserélni. Lehet használni technikákat, hogy az agykontroll technikákat, de hogyha ez az alap nincsen, akkor az korlátozottan működik. Hogyha mi ezt az alapot berakjunk, és így gyakoroljunk a technikákat, bármilyen agykontroll, bármit, na akkor annak van egy nagyon nagy haszna, nagy ereje lesz. És ezért ez az első igazából, hogyha így ember kezdi, már ott technikára már nem kell szükség, mert a motiváltlan ember, ő szívből fog tudni, mit kell tenni helyesen. Nem akarja senkit becsapni, kiszedni valakitől, kihasználni, kihúzni, átverni. Ott nem kell már technika.
mert nyugodt, békés, nincsen zavarodottság, és tisztán tudja, Isten fog neki sugni, hogy mi a helyes cselekvés. Ezért békés is marad. Mert hogy helyesen cselekszel, nem izgulsz. Ki már volt gyerek? Volt valaki gyerek köztetek? Amikor rosszat csináltunk, emlékezünk? Nem tudtunk békésen maradni. Ugye eltörtünk a vázát otthon, vagy ilyen porcelán edényeket otthon, akkor már kész, ugye? Akkor izgultunk, hú, lepróbáljunk, vagy kidobni, ne látszódjon, vagy eltakarni, lefedni, átfesteni. Ugye próbáljunk elrejteni, és ember jár és izgul. Igen, mikor van önző vagy rossz tett, az annak van egy negatív energia, és az izgatja az elmét. De mikor mondjuk jön anyunka vagy apuka haza, és előtte kitakarítjunk, elmosogatjunk, rendet csináljunk, nagyon békés az elménk rögtön. Ugye? Észrevettünk ilyet? Igen, ezért, és ilyenkor nem kell tanulni technikákat, vagy kontroll technikákat, mert ember fog tudni, mit kell csinálni. Mert akkor, mikor zavarba vagyunk, ha nem tudsz helyesen mit csináljak, akkor kell varázslók mindenki. De így nem kell, mert tiszta, nincsen semmi bonyolultság az életben. De még erősebb, amikor Isten elégedett. Ugye, amikor mi próbálunk úgy is cselekedni, hogy úgy legyen másik elégedett, hogy tudom, hogy ettől Isten lesz elégedett. Hogyha mindig van ez a cél, az mindig magasabb kontroll lesz. Mindjárt kiderül kicsit később, hogy ez miért, hogyan ez fog nekünk segíteni, hogy még jobban legyen kontroll. Ugye, mert az egész védáknak, és ez a feladat, az agy vagy elme kontroll, hogy ember békés legyen, azért a joga szutra. Erre ezzel kezdődik. Joga, citta, vritti, nirodha. Hogy az elme, citta, vritti. Van hullámok. Ember izgul, stressz, depresszió, félelmek. Ugye ez a citta vritti. És akkor joga, citta, vritti, nirodha. Hogy a joga azzal foglalkozik, hogy nirodha. Elpusztítja, megsemmisíti a citta vritti, az elmének a problémákat. Ez a védikus agykontroll. Bhagavad Gita ugyanarról beszél, ott volt a nagyon jó, az egészben történelemként megy. Ott volt az Arjuna, aki depresszióban volt, nagyon mélyen, és amikor ő tanult Bhagavad Gita-ban Krishnától a védikus univerzális törvényeket, hogy kell élni helyesen a jógát, a végén teljesen kisimult az elmélyesen, nagyon boldog volt. Még nem is gyakorolt. Csak 45 percig hallgatta a tudást. És már csak attól, hogy hallja egy hiteles tudást, ember már elégedettséget tapasztalja. Mert igen, Bhagavad Gita-ból erről beszél, hogy susukham kartum avyayam, ugye susukham, hogy már ez a tudás, a pavitrám, a hiteles tudás tiszta, pavitrám, akkor uttamám, legmagasabb szintű, legtisztebb a tudás, és susukham, nagyon-nagyon nagy elégedettséget és boldogságot ember tapasztalja, meg csak akkor, amikor hallja a tiszta tudást. És ezért ő még nem gyakorolta, csak meghallgatta, és már meg volt oldva a probléma az elmébe. Jó. És megint sokféle technika létezik, amelyik által ember próbál gyakorolni az agykontrollt. De megint, hogyha nincsenek az alapok, akkor nem lesz annyira hatékony valamilyen szinten. Működik. Sokszor emberek tanulnak agykontrollt, hát most nem pont agykontrollról beszélek, de van másféle technikák, az nem agykontrollnak neveznek, de ahol akarnak elérni bizonyos célokat, akkor ez inkább ilyen manipuláció technikák, hogy lehet
manipulálni másokkal. Ugye van olyan is. De tudjunk, amikor mi bemegyünk egy üzletbe, és mikor mindenféleképpen meg akarnak vásároltatni velük valamit, és bevetnek az eladók összes technikát, akkor ember elmegy onnan, mert rosszul érzi magát. De mikor bemegyünk egy ilyen üzletbe, amikor tényleg jut akar nekünk az eladó, és valamit mondja, hát ez inkább ne vegyél, ez nem neked való, és akkor inkább ezzel, hogy te legyél elégedett, akkor ember szívesebb máskor is jön oda vásárolni. Ez is egy technika, manipuláció, csak ez a tisztább. De ugyanakkor, hogyha nem is manipuláció, hanem az úgyis ilyen hatása lesz. Oké, megyünk tovább. Igen, önző alapok, akkor garantált kurdarc lesz, és ember zsákutcába fog kerülni, mert ember el fog tévedni, hogy kicsit előbb beszéltünk, amikor Bhagavad Gita-t idéztünk, az volt, hogy karma bandana. Önzőségen alapul lehet kicsavarni a legmodernebb technikát, a nem tudom milyen, akkor is kudarc lesz, mert karma bandana, akkor is a karmába el fog tévedni. Mert önzőség alapba, hogy csak ez a hangulat, ez az önzőség, ez azt jelenti, hogy te már teremtesz karmát. És bármilyen technológiát, technikákat használod, akkor csak több karma lesz. Mert karma úgy működik, mint a hógolyó. Amikor mi csak gurítjunk a hóba a hógolyót, az csak milyen lesz? Kisebb? Növekszik egyre, nagyobb lesz, igen. Amikor önzetlen valaki, akkor nem ragad rá a karma. Ez is egy ilyen, van egy ilyen könyv, Isópanisád, és akkor ott pont erről beszél, hogy az ember érti, hogy Isavasamidam Sarvam, Yatkincsam Csagatam Csagat, hogy ez a világ, ez minden isteni. Ez a test isteni, ez az anyag, alapanyag, minden az övé. És mindenkinek van kijelölve egy rész, amit használhatja a saját boldogságára. Pénz, család, és így tovább. És hogyha ezt önzetlenül használja valaki, ugye, mindig tudja ki az egész, akkor na karma lipjatenere, akkor nem teremti karmát magának. Csak az önzőség, ez a mohó vágy élvezetre, az már alap, ami ragacsá teszi az embert, hogy ráragadjon mindenféle karma. És ezért technikák nem segítenek. Megint az alap, a motiváció sokkal lényegebb. Ugye, mint például a Bhagavad Gita. Bhagavad Gita-ban Arjuna azt mondja, nem akarok megölni. Mert ő katona volt, neki kellett harcolni, és azt mondta, nem akarok megölni, megyek meditálni, erdőbe, és így tovább. És akkor Krishna mondta neki, nem, te katona vagy, és itt van egy háború, meg kell védeni a családját, meg mindent, neked kell harcolni. Amikor hazáját támadnak, akkor harcolni kell. Ez a katonának a darmája, a kötelessége. És azt mondta, nem, hát ez rossz, ez karma, megölni valakiket, ez karma, ez nagyon rossz. És akkor ő azt mondja, igen, van többféle kötelesség, hogyha alapban megölsz valakit, az karma, de hogyha a háborúban is nem ölsz meg, akkor is karma, akkor meg kell ölni. És utána mondta neki, hogy igazából ne azt nézd meg, hogy mit csinálsz, hanem mi a motiváció. De most te nem akarsz harcolni, mert önző vagy. Önző vágyod miatt. De hogyha te önzetlenül akarnál megvédeni, és Isten legyen veled elégedett, akkor mindegy, mit csinálsz. Nem mindig a tett a számít, hanem mindig számít a motiváció. És itt pont erről van szó. Nem, mindegy, milyen technikák vannak nekünk. Nem ez a számít. Hogyha alapmotiváció önzőség, akkor technika nem segít. Hogy alapmotiváció adni, másokért csinálni, akkor nincs kéne, nem kell technika, úgyis fogunk tudni, hogy kell helyesen csinálni. Ez a technika. Oké. Okay.
Igen, ezeket mondjuk elmondtunk. Persze, hogy kiegyensúlyozott lesz az ember elégedett. És végül az egész módszer, amit beszéltem, most maga a mechanikája a védikus szempontból az agykontroll vagy elmekontrollnak, ez intelligencia erősítése, azáltal történik. Mert ugye ez elme, annak nincsen ereje. Van ereje, de ő nem tud önmagát fegyelmezni. És akkor van intelligencia az embernek, aki pont erősíteni kell intelligenciát, és akkor vannak a védák, ugye vannak a tudás, amit szerz, és a tudás ez a, ami táplálja intelligenciát. És mikor intelligencia megerősödik tudás által, akkor azáltal van korlátozva, vagy a kontrollálva az elméje, és akkor megnyugszik, ember boldog kezd lenni. Erre hangsúlyoz általában a védák, és akkor ezért karma joga, vagy buddhi joga, meg a bhakti joga, ez minden az intelligenciának a jogája elsősorban, mert ott ember erősíti az intelligenciát. És nagyon sok helyen a írásokban van írva, hogy például amikor, hogy működik a meditáció, amikor valaki kezdi csak. Ugye ember leül meditálni, akkor az elme kezd elmenni Kárász utcára, utána elmegy Budapestre, tudjuk, elmesebesség, neki nem kell. Másodperc alatt Indiába elmegy, Amerikába. Az elme ezt fog csinálni, ugye? De mit kell csinálni? Hogyha van erős intelligencia, akkor a intelligencia erővel visszahoznak az elmét. Szóval úgy működik a meditáció, hogy gyakorlat először, mert általában nem működik így, hogy ember első nap leült, és akkor már tud meditálni, hanem nem, el fog kalandozni az elméje, de intelligencia mennyivel erősebb, annál jobban meg tudja fogni az elmét. Nincs is más út. Szóval az elmét csak intelligenciával lehet, vagy mesterségesen leülni asanába, vagy pránajámába lehet, de hogyha nézünk karma joga, buddhi joga és bhakti joga, ott intelligencia által. És ott mindig kell hiteles forrásból erősíteni az elmét, a tudással, és akkor fog működni az egész rendszer, elme kontroll. Igen, mint a hatodik fejezetben, amikor a jogáról van szó, és meditációról, akkor ott Arjuna azt mondja, hú, hát nagyon nehéz leülni és csak így meditálni. Azt mondja, ez nem nekem való, mert azt mondja, hogy Chanchalam Himana Krishna, az elme olyan csapongó, hogy a szelet megállítani könnyebb, mint az elmét. Amikor minket megbántja valaki, tudjunk-e utána nyugaton létezni? Nem tudjuk. Nem tudjuk, mit csinálni az elmével. Kész, annyira emészt minket az elme, zavar. És miért, de hogy is akkor, vagy nem tudjunk utána enni, vagy nem tudjunk aludni. És egyfajtából csak ezek vannak az elmében. Igen, elme ilyen erős. És akkor ember érzi, hogy most már felmegy a vérnyomása, vagy gyomorgörcset kap valaki, valakinek szívfájása lesz, ez mind elme csinálja. De hogyha van gyakorlat, az intelligencia erős gyakorlata, akkor abhyasena, kauntya, vairagyena, akkor lehet abhyasa, megfelelő gyakorlatokkal, az azt jelenti, hogy elmet az elme, akkor intelligencia fogom, visszahozom. Megint megy el, vissza. És addig csinálom, ameddig nem fog megállni az elme. Ugye, mint amikor valaki tanul énekelni, abhyasa, az azt jelenti, hogy gyakorolni, ismételni. Ugye, az, mikor valaki kezd énekelni, akkor nem sikerült, nem találta hangsúlyokat, vagy hangnemeket, akkor még egyszer gyakorol újra, 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 ez a abhyasa, és mikor már az egész dallam ki lesz énekelve, akkor jó. Szóval a jogában is így van, hogy intelligencia által, szóval nincsen olyan, hogy leültem és megcsináltam, hanem ez gyakorlat. Szóval így az intelligencia
kontrollálja az elmét valójában. És akkor ez az intelligenciának a jogája, a buddhi joga. Végül, amikor már mindenkinek az elméje kontroll alatt van, akkor nyugalom és békesség, akkor ilyen tudatban ember képes megvalósítani lelki dolgokat. Ameddig izgatott elme, nem lehet megérteni a lelket, saját magam, ha én lélek vagyok, meglátni a lelket másokba, és meglátni Istent. Elme nem engedi, de mikor kisimult és béke az elme, nem izgatja, akkor van ez az összpontosítási képessége. Ugye? Amikor elme izgatott, az olyan, mint egy nap sugár szétszórt, hogyha mi egy sütőtől függőn keresztül beengedjünk a szobába a napfényt, napsugárt, akkor ez nagyon szétszór, gyenge lesz. De hogyha mi ugyanaz a napsugárot egy nagyító keresztül összpontosítjunk egy pontra, az tüzet csinál. Az elme ugyanúgy működik. Mikor szétszórt az elme, akkor nincs erejünk, ugye készrevette, hogy nem tud megbocsájtani. Mert nincs erő. Ugye meg vagyok sértődve, nem tudok megbocsátani, nem tudok elfelejteni valakinek valamit, és így tovább is hordozom magamban a gyerekkoromtól, vagy valahogy, és egyszerűen nem tudom kiszabadulni, ez, mert nem bírok. Ez mit jelent? Nincs erő az elmében. És a jóga azt csinálja, hogy megnyugtatja az elmét, és ettől elme összpontosított lesz, és lesz, megszabadul ezektől, a fóbiákat, félelmektől és mindentől, és ugyanakkor békés elme megvalósítja a lelki dolgokat. Például ugye ezért van az asana, yamaniyama, asana, pranayama, tanayon, pratyahara, dharana, dhyana, ezek minden a gyakorlatok, ami évekig által kell csinálni, hogy megbékít emberek az elmét. Amikor már eléri az a dhyánát, a meditációt vagy szamádit, akkor nagyon egészséges ez elme, persze a test is, mert meditációban kell a laza test. Ugye, mert van 4 meditációs póz összesen, és mikor leül, akkor lazán tudjon ülni ebbe pózba. Nem szabad feszíteni. Az asana-nak egyik hatása ez is kell, hogy legyen. És ugyanakkor elme békés, akkor igazi meditáció lesz. Szóval itt is, hogyha valaki buddhi jogát, bhakti jogát, karma jogát gyakorol, és teljesen elme barátává válik, így is mondja a Bhagavad Gita, bandhu, a barát az elme, akkor van lehetőség lelki szférákba belátni, kapni igazi lelki, és tisztán lenni, hogy ez most nem valami furcsa dolgok, amit gondolom összekerül a lelkével, hanem ott ember biztos lesz, és fog tudni, hogy ez most tényleg lelki tapasztalatok. Mert általában emberek, amikor jönnek beszámolni, ő csak finom fizikai tapasztalatokról beszélnek. Még akkor is, hogyha szellemet lát valaki, ez nem lelki, ez finom fizikai. De mert lelki, ez túl drága dolog. Az nem úgy megy, hogy én szétszúrt elmémmel, szétcsúszott elmémmel lelki tapasztalatok szerzhetek, hogyha valaki egy lelki személy tud rám hatni, akkor kaphatok lelki tapasztalatot. De ez nem az enyém, nem az én szintem. Ugyanúgy, ha nem kell, nincs pénzem, de gazdag ember megveheti nekem valamit. De ez nem jelenti, hogy ez az én pénzemből vettem. Ez nem jelenti, hogy holnap is veszek, mert holnap nincs pénzem. Ugyanúgy itt is. És ilyen elme, amikor már megvan nyugodva, barátává vált, utána már nem kell kontrollálni, erőfeszítést tenni, mert már barát, mint a ló. Nem tudom, ki lovagolt? Én is lovagoltam. Amikor be kell törni a lovat, ugye, és ez is egy szentírás, és ezzel hasonlítja össze, hogy elme hogyan működik. Mert ember azt gondolja, hogy egész életemben kell kontrollálni. Nem, addig kell kontrollálni, meddig nem lesz betörve, mint a ló. És akkor magyaráznak. Mert probléma, megint a sokszor ember kezd ilyeneket hallgatni, és utána úgy kezd kontrollálni magát, hogy vagy utána felrobban és
még jobban csinálja, ami előtte csinálta, vagy pszichiátrián fog végezni. Nem szabad. Mert lovat se úgy lehet betörni. Ugye, hogy kell lovat betörni? Ugye ember megdicséri a lovat, ráül, és ló akkor rögtön meg akar vadolni. Akkor meg kell fogni gyorsan. Ugye a zablát meghúzott neki, és akkor ő érzi, oppá, itt valamilyen agykontroll történik. És akkor megáll, mert érzi, hogy van egy kontroll. És akkor ugyanúgy az elmét, intelligencia az fogja, megszabályozza az elmét. De utána, hogyha te megfogtál a lovat, ő megállt, de hogyha tovább tartasz, és nem érzel, akkor ő ettől megvadul, és még jobban meg fog vadulni, és le fog dobni. Ezért kell érezni, hogy hopp, na mindjárt meg fog vadulni, akkor el kell azért tenni egy kicsit. És akkor ő érzi szabadságot, megnyugszik. Utána, amikor ő kicsit megnyugodott, akkor gondol, na akkor itt csinálhatok, amit akarok. És ezt kell érezni. Aha, na most akkor indulnak, akkor megint megfogom, akkor ő megint megállt. És akkor itt néha kell megfogni, néha kell adni szabadságot, és az elme kontroll így működik, hogy kell szabályozni. Valamikor kell pihenést adni, valamikor kell valamilyen keretek belül legyen, és utána a ló megszelíden, és barát lesz. Ugye? És utána nem is kell fogni a szárakat, elrakod, még nem is kell rárakni a kantárt, elég csak kötőféket, nem is kell nyereg, és csak rajta ráülsz, és akkor szőröd mész, csak mondasz neki jobbra, balra, és akkor minden követ. Lép, ügget, vágta. Ugyanúgy az elmével, intelligenciával meg kell fogni, el kell engedni, és akkor rendben van. És mikor már baráttá válik, akkor légy boldog. Akkor jön a boldogság, mert nincsenek ezek a fóbiák, félelmek, zavart dolgok, nincsen ez az önzőség, hanem bőség érzet van, nagyon erős, és akkor ember nagyon boldog életet él. És akkor így, ezen a szinten, amikor már és Isten a cél, ugye, hogy azért bőséget gyakorolok, mert Istentől jön a bőség igazából. Ő csak ad nekünk levegőt, napot, ennivalót, vizet, lehetőségeket, igazából ő csak egyszerű ad. Emberek mit csinálnak? Mennek templomba, adjál nekem ezt, adjál nekem ezt, ezt kérem, azt adjál, miért nem adtál, miért ez történik, miért beteg az, miért beteg ez, minden számon kéri az Istent, ugye? Jöjj csak ad. Ez a hiányérzet, és ez megszűnik. Észrevettek, hogy azok az emberek, akik nagyon szimpatikus számunkra, akik önzetlenek, sose kérnek semmit. Nem? Nem kell. Jön neki minden, mindenki jó, ami van, még az is sok. Igen, ez a jógának a gyakorlata. És itt a titok információ, hogy mi a különbség mondjuk a gyána joga, ahol van a astanga joga, és a bhakti joga között, ahogy mondtam, azokban, meg a karma jogában. Nem tiszta cél, hogy Isten. Ezért azok nehezek. Mert ott az én erőfeszítésem, mert nekem van korlátjaim. Én ezt bírom ennyire, vagy annyira, és akkor van korlátok, és nekem nagyon nehéz. És ott nagyon komolyan kell erőfeszítést tenni, hogy intelligenciát egyszer mindig erősítsek, hogy gyakoroljak ezt az agykontrollt, elmekontrollt. Itt pedig, hogyha én mindig emlékszek Istenre, ő mindig emlékszik rám, és ő kontrollál az én elmémet. Ez az eredeti elmekontroll igazából, az a legegyszerűbb. De persze nekünk ez nem jó. Nekünk kell varázslók, nekünk kell először olajot inni, és akkor megmondják nekünk, figyelj, átok van rajtad, és valaki irigy, és akkor rád mondták, hogy mondják magyarul, amikor rád mondanak dolgok. Ráolvasták egy nagy könyvtárat, és igen, mert így nem lehet, az én esetem nem ilyen, az túl egyszerű. Ugye nekünk ez nagyon nem jó, nekünk nem kell ilyen egyszerű, mert hogyha ilyen egyszerű, biztos nem jó, biztos nem igaz. Mert nekünk bonyolult kell,
ahol nem tudom, mit kell csináljunk, akkor jó. De ez az eredeti kontroll. Ez az eredeti védikus agykontroll. Jó, hát röviden ennyit ma meséltem. Nem tudom, vannak esetleg kérdések. Igen. Köszönöm. De annak idején, én ha jól tudom, itt Magyarországon ez az agykontroll témát, ugye az a José Silvának a könyveivel szivárgott be. Uh-huh. És anyukám is annak idején ment ilyen tanfolyamra, ahol mesélt, hát én még kicsi voltam, hogy és tényleg voltak valamilyen eredményei, és aztán én már nagyobb koromban, akkor én így belelapoztam abba a könyvbe, és a végén, az utolsó fejezetben már ilyenek vannak, hogy az ember nemhogy a saját testét tudja kontrollálni, nemhogy a saját gondolatait tudja kontrollálni, nemhogy másokat tud, hanem még az időjárást is. Mm. Hogy ennek van-e alapja, ilyen létezik-e, és van-e valaki, akinek ekkora felhatalmazása van, hogy tudna ráhatni a környezeti feltételekre? Hát látjunk, hogy már itt van az özönség, hogy én minden kontrollálok, én, nekem, én. Meg hogyha lenne is, akkor ettől még jobban lehet belebonyolódni a karmába. Az ezért, hogyha lenne, akkor, és megint ez a motiváció, akkor nem jó. Ugyanakkor megint az agykontroll, meg vannak emberek, akik csinálnak agykontrollot, és azok, akik önzetlenek, alapban vannak önzetlen emberek alapban. Ők nekik jó működik az agykontroll. Akik irigyek, önzőek, nekik rosszul működik ez egy kontroll, még így is van. De megint a cél is kell fontos, minek nekem kell agykontroll. Azért, hogy irányítsam csak az időjárást, akkor én csak megint bele fogok tévedni a labirintus, karma labirintusba. Ezért, hogyha azért csinálok az agykontroll, hogy Isten legyen velem elégedett, akkor ki fogok jönni a labirintusba. Még hogyha agykontroll technikát is használok, ez is segít. Szóval megint, itt ez a lényeg, hogy mi az alap, mi a motiváció. Világot irányítani, nem fog sikerülni világot irányítani, mert sajnos nincs vakációra. Ez a hely foglad öröki. De persze vannak területek a világban, szóval időjárást is személyek irányítják, ez van olyan, és hogyha valaki annyira jó csinálja, lehet következő életben ő lesz, aki irányítja az esőt. De ebben mi a jó? Nem kell ocsolni. Jó. Az kertészetnek jó. Szíves. Mert régen tudták irányítani, ugye, a bölcsek. Csak bölcs annyira, aki nagyon lemondott életet élt, és nagyon sok lelki gyakorlatot végezett, még olyan ereje volt, hogy a királyok hívták a királyságokba. Voltak királyságok, ahol nem volt esélye, mert valami bűnt követte el, és akkor ők hívták egy bölcset, mondja, a Risa Sringa volt egy ilyen bölcs, aki, ahol csak rá lépett a királyságnak a földjére, már ment az eső. Van ilyen. De ez nem az a agykontroll gyakorlat volt, ez egy kicsit komolyabb volt. Jó, más esetleg kérdések? Nincsen. Akkor nagyon szépen köszönöm, kedves figyelmet mindenkinek, és akkor majd még folytatjuk. Köszönöm. Hare Krishna.